Nos, hát egy érdekes bűnügyel mondhatni, akár hogy egy történelmi jogi szempontból, vagy bírósági események szempontjából mindenképpen történelmi eseménnyel folytatjuk. Dr. Lili József ügyvéddel, a Novozánszki család képviselővel beszélgetünk, Lili Fanni ügyével kapcsolatban különböző új körülmények vetődtek fel, illetve elképzelhető, hogy a héten lesz egy helyszíni tárgyalás, amire nem tudom milyen gyakran kerül sor a hazai törvénykezés történetében. Kitelepülnek annak a tónak a partjára majd, és ott zajlik majd a tárgyalás várhatóan, ahol véletlenül eltűnt, vagy ahol vízbe dobták Lili Fanni holttestét. Jó reggelt kívánunk, ügyvéd úr! Mit lehet erről tudni? Mennyire rendkívüli ez a várható esemény? Jó reggelt kívánok! Igen, hát még a tegnapi nap volt tárgyalásunk, szakértői meghallgatás zajlott, és jövő hétfőn lesz a következő, ez még a bíróságon. Szintén még a szakértői meghallgatásokat, a elmeorvos szakértőket fogjuk meghallgatni, és ezzel be is zárul tulajdonképpen a szakértői meghallgatások sora. És aztán valóban felmerült, és minden valószínűséggel megtartásra is kerül majd ez a bizonyos helyszíni tárgyalás. Azon a dunaparti szakaszon tulajdonképpen, amely a gyanúsítottnak, vagyis hát most már vádlottnak a mozgásának az elemzése által, meg hát a FBI ügynököknek a megállapítása szerint is a legvalószínűbb elrejtési pontja a Fanni holttestének, és hát ugye ezen belül is, amit majd megszemlél a bíróság, illetőleg mindenki más, azt a stéget, amely ugye némileg belóg a Dunába, és amely a nyomozás vezetője szerint is, aki ugye egy-két hónappal ezelőtt tett vallomást a bíróság előtt, a nyomozás vezetője szerint is a legvalószínűbb helyszín, és a legalkalmasabb arra, hogy a Fanni testét ott a Dunába dobták. Dunáról van szó, Dunajvárossal szemben Szalkszentmárton, ha én jól tudom, ez a hely, tehát ott van ez a stég. Igen. Az utolsó tárgyalás májusban lesz, azt, jól hallottam, hogy azt mondta, és az lesz ott? Hát igen, tehát ez jövő hétfőn lesz még egy bírósági benti tárgyalásunk, tehát tárgyalótermi, és hát vagy májusban, vagy júniusban, még ezt majd bírónő meg fogja mondani a hétfői napon, hogy mikor lesz ez a bizonyos helyszíni tárgyalás. Azt gondolom, hogy ennek a úgymond helyszíni tárgyalásnak a tétje, vagy hát ugye a lényege nem feltétlenül az, hogy mindenáron szabad szemmel is megszemléljük azt a helyszínt, hanem inkább az, hogy a bíróság számára, a törvényszék számára talán így a legautentikusabb és a leginkább kétségeloszlatóbb az, hogy ugye a sok-sok találgatás mellett, hogy hol lehetett a Fanni holttestét eltüntetni, vagy egyáltalán hogyan tüntették el, amit a nyomozás vezetője a legvalószínűbbnek tartott, hogy azt a helyszínt tényleg megtekintjük a saját szemünkkel is. Nyilván ez a bíróság számára is bármiféle kétségeket el tud oszlatni, vagy esetleg el tud mélyíteni, de végeredményben úgy gondolom, hogy ez lesz majdnem, hogy az utolsó etapja a bírósági tárgyalási szakasznak. Ősszel még nyilván tárgyalásra sor fog kerülni, mert egy-két tanú visszaidézése még felmerült, de jelen állás szerint én úgy érzem, hogy az ősz folyamán el fog jönni mondjuk így az igazság pillanata, és első fokon ítélet fog születni. Ügyvéd úr, jelentkezett egy levéllel egy illető, semmit nem tudunk róla, annyit, hogy ő elmondása vagy leírása szerint Visegrádon van, meg is nevezi a helyszínt, a holttest elrejtve. Ez változtat-e bármit, vagy elrendeltek-e ez ügyben nyomozást vagy vizsgálatot? Mennyire hiteles ez a levél? Mit lehet tudni róla? Hát azt kell tudni róla, hogy ezt a bíróság elnökéhez címezték, ha jól tudom. Ezt a tegnapi napon a bíróság fel is olvasta, vagy tárgyalás anyagává tette. Igen, tehát van egy ilyen levél, ami szerint Visegrádon és azon belül is egy ilyen lépcsős dunaparti partszakaszon kellene keresni a Fanninak a holttestét, illetőleg hát, hogy arra felé tüntették el. Azt kell mondjam erre, hogy
nem lesz ott. Meg lehet nézni nyugodtan, ott sem lesz sajnos a lány, és máshol sem lehet megtalálni. Nem lesz Visegrádon, és nem is vitték Visegrád felé. Miért mondja ezt, hogy nem lesz kiindulni. Ott, és nem lehet megtalálni sehol? Azért, mert mindig a megismerhető tényadatokból kell kiindulni, és bizony itt abból kell kiindulni, hogy egy hétfő esti, novemberi nap hétfő este történt ez a gyilkosság, és azt kell megnézni, hogy a vádlott merre mozgott hétfő estétől kedd estig, mert ugye kedden este, másnap este vitte vissza az autót, amivel ő közlekedett az autókölcsönzőbe, tehát utána már nem volt mivel mozgatni a holttestet vagy a Fanninak a testét. Tehát főleg a keddi napot kell figyelni, és a vádlott egyértelműen lekövethetően Siófok felé ment hétfő este. Siófokon hétfő éjszaka körözött, valószínűleg megfelelő helyet keresett a holttest eltüntetésére, majd aztán kedden már kora reggel összeszedte magát, és elindult Dunaújváros felé, ez a bizonyos Szalk-Szentmárton, Bányató, Dunaújvárosi Duna partszakasz, és ott számos bizonyíték van arra, hogy hosszasan tartózkodott. Tehát ezen a nyomvonalon kell keresni a Fanni eltüntetésének a lehetőségét. Én azt értem, hogy a vádlott számára ez egy kapaszkodó lehet, hogy hát Visegrád pont az ellenkező irányba van. És hát akkor hogy tüntethette el, felvetődik a kérdés, ugye a holttestet úgy, hogy ő nem arra mozgott, hanem az ellentétes irányba. De meg kell mondjam őszintén, hogy számomra már nem meglepetések ezek a fajta levelek vagy felvetődések, számos ilyen keletkezett már a nyomozás során is. Én is mai napig, ha nem is heti, de havi rendszerességgel kapok különböző emberektől aláírt vagy nem aláírt, tehát névvel ellátott vagy névtelen e-maileket, leveleket, hogy hol kellene keresni a Fanni holttestét. Ugye misztifikálva lett már ez a dolog a közvélemény számára is, hogy hol lehet a lánynak a holtteste, és hát vannak, akik elméleteket gyártanak, vannak, akik látnoki képességgel rendelkeznek, tehát számos ilyen levél akadt, és ebből egyet-kettőt annak idején komolyan kellett venni, mert a nyomozás során én is továbbítottam kétszer is ilyen, és utána is ment a rendőrség ezeknek. Sajnos eredménytelenül ilyen bejelentéseknek, de ezeket már kellő fenntartással kell kezelni. És a levélíró, aki nem tudom, igen? Bocsánat, annyit mondjam, mert lejárt az összes időnk, akkor indul nyomozás, vagy nem a levél ügyében nem indul akkor nyomozás? Nyomozás nem, mert a nyomozó szervek már ebben nem dolgoznak. A bíróság eldönti, hogy utána jár ennek tanú meghallgatás által. Köszönjük. Nagyon köszönjük, várjuk a további fejleményeket. Köszönjük, hogy itt voltunk.